Sziasztok, Szil vagyok a Minden, ami külföldtől, mai nap folyamán ismételten Új-Zéland. Angi és Tamás lesz a vendégem, ez egy nagyon érdekes beszélgetés, rengeteg jó tapasztalat, és beszélhetünk olyan körülbelül másfél évről, de akkor vágjunk is bele, sziasztok, köszönöm szépen a lehetőséget, és akkor vágjunk is bele, hogy miért éppen Új-Zéland. Sziasztok! Sziasztok, köszönjük mi is a lehetőséget, és üdvözöljük a kedves hallgatókat is. Én válaszoljak, hogy te válaszolsz. Te szoktál erre a kérdésre válaszolni általában. Jó, ez sose egy könnyű kérdés. Ennek is van egy kis története, hogy miért Új-Zéland. Tehát ugye azt tudod, hogy én Londonban éltem nagyon régen, még 2002-ben, és nekem gyakorlatilag már akkor benne volt a valahogy belekerült a fejembe Új-Zéland, talán azért, mert reggel, amikor munkába jártam, akkor mindig ott mentem el a busszal az Új-Zélandi nagykövetség előtt, és valahogy elkezdett a kérdés foglalkoztatni, úgyhogy semmit nem tudtam az országról. Azt nyilván tudtam, hogy Izland és Új-Zéland nem ugyanaz, sokan szokták keverni a kettőt, de tehát semmi egyebet. És akkor utána, amikor Londonból hazamentem, elkezdtem a főiskolás éveket, még akkor is benne volt a fejemben, még a főiskolás könyvesbord, még ilyen Új-Zélandról szóló könyvet is vettem. Aztán diploma után ez valahogy így ellaposodott, és nem foglalkoztunk vele. Aztán egy rökke 20 év elteltével ismét ez előjött az új-zélandi sztori. És ugye úgy, akkor már viszont, hogy miért Új-Zéland, ott már egy kicsit jobban meg tudom válaszolni a kérdést. Tehát alapvetően elkezdett foglalkoztatni minket a külföldre költözés gondolata, és hogy ugye Angliában voltak kapcsolataim, meg helyismeretem, tehát nyilván alapvetően Angliában gondolkodtunk, voltunk is kint egyszerű családi szinten szétnézni, meg a barátoknál, ahova terveztük, hogy kiköltöznénk. Csak utána jött ugye a Brexit, ami mindent megváltoztatott, így ugye Angliáról letettünk. De még mindig megvolt az, hogy akkor külföldre kellene valahova menni, és akkor ezt ugye ezt a döntést erősítette az orosz-ukrán konfliktus, és akkor ugye elgondolkodtunk, hogy hát Európa nem biztos, hogy biztonságos hely, vagy ha nem is az, nem biztos, de megvan az esély annak, hogy valami rosszra fordul, akkor már így Európában nem gondolkodtunk. Amerika, USA ugye az sose volt célpont nekünk, viszont mindenképp az angol nyelv miatt angol szász nyelvfelületben gondolkodtunk. Kanadában biztos, hogy vannak nagyon szép helyek, meg jó, csak ugye az általános vélekedés szerint, hogy ott hűvösebb, hidegebb van, Angi azt nagyon nem szereti. Ausztrália ennek ugye az ellenkezője, meg rohadt meleg tud lenni, azt meg én utálom. Így akkor emberi számítás szerint maradt Új-Zéland, mert itt azért az időjárás elfogadható, ez be is igazolódott, hogy ez így van. Itt azért kevesebb veszélyes látva, mint Ausztráliába, és akkor ugye elkezdtük ezt az új-zélandi sztori felgöngyölíteni, és akkor ahogy a neten kerestem a lehetőségeket, akkor találtam rá a weboldalatokra, és akkor onnantól kezdve pedig már ismert a sztori, hogy akkor felvettük a kontaktot, írtam Zsuzsinak, írtam Petrának, és akkor végig zongoráztuk a kötelező köröket, és most meg itt vagyunk. A gyerkőcök mit szóltak ahhoz, hogy külföldre szeretnétek költözni, és akkor nem is azt mondom, hogy Új-Zéland, de hogy külföldre szeretnétek költözni? Hát a Kopi, ő például első perctől kezdve nem ágált ellene, tehát ő ja, nagyobbik. Örült, igen, a közös nagyobbik. Nimród a kicsi, ő neki már egy picit úgy nem tudta, mire számíthat, mint ahogy én sem tudtam úgy igazán, mivel hogy még nem éltem külföldön életvitelszerűen, úgyhogy így ő egy kicsit feszültebb volt emiatt, hogy most neki el kell hagyni a családot, a barátokat, és így nem, mivel nem tudta, hogy mi lesz, így őt így frusztrálta ez az egész egy kicsit. Már most nem nincs benne negatív érzés, azt leszámítva persze, hogy nyilván ugye a család és a barátok hiányoznak, de így megbékélt vele, de eleinte ő nem tudta nyilván. Nekem van egy nagyfiam, ő már alapból, hát akkor, amikor ezt elterveztük, hogy is volt most 8. év, akkor 6,5 éve ő már Németországban élt, úgyhogy ő tudta, milyen ez, hogyha valaki külföldre megy. Csak ugye nyilván itt neki meg az, hogy a távolság, és hogy ritkán fogunk találkozni. Mennyi idősek most a gyerkőcök? Hát nekem Krisztián 30, Koppány most 14, Nimród meg hát most lesz 12, majd december, igen. Nekik milyen angol nyelvtudásuk volt, amikor kimentetek Új-Zélandra a piciknek? Igen.
Kopi ő tanult alapból, harmadiktól kezdve, azt hiszem, angolt az általános iskolában, tehát neki az volt, amit ott az iskolában tanult, tehát neki nyilván nem volt nulla szintje. Nimród ő németet tanult, úgyhogy ő neki teljesen nulla angol szinte jött ki, tehát ő nem beszélt. Mielőtt ugye elhatároztuk, vagy mikor elhatároztuk, hogy jövünk ki, akkor előtte, én nem is tudom, mennyi ideig jött. Hát egy pár hónapig járt angoltanár, aki foglalkozott ugye Kopival, Nimroddal és Angival. Kopival nem nagyon, mert Kopinak nem volt újdonság, amit akkor kapott igazából. Na jó, de azért végül. De nyilván, tehát hadakozott, úgy Nimród nem igazán foglalkozott. Nem érezte még akkor a súlyát annak, hogyha ő úgy jön ki, hogy nem tud semmit angolul, akkor az egy kicsit hátrányos helyzetbe keríti, de utána itt már nyilván másabb lett. Szóval jóval több mindent szedett itt fel, mint otthon. Mint édesanya kérdeznek, Angi, neked milyen volt az első időszak? Tehát, hogy a gyerekeket nézve azért ez a beilleszkedés, tudod, szokták nagyon sokan kérdezni, hogy mégis a gyerekek hogy tudják venni ugye a külföldre költözést. Mint édesanyaként milyen volt neked látni a gyerekeket a beilleszkedés során? Hogy vették fel az angolt, hogy vették a nehézségeket? Meglepően könnyen. Mondjuk annyiból szerencsénk volt, hogy ahova először költöztünk Pitomba, ott nem volt külön college, ugye nem volt külön? Nem volt. Intermediate nem volt külön. Tehát ja, ugye igen, igen, Pictor az ugye egy kicsi 4-5 ezer lakosú település, ott ugye volt, primary schoolból talán van kettő, de az intermediate és a college az össze van vonva, tehát nincs külön. És akkor így ugye kor szerint egy iskolába jártak, mert amúgy külön kellett volna, hogy járjanak, de így egy iskolába jártak, és ott az igazgató helyettes olyan kedves volt, mi nem kértük, hanem ő magától egy osztályba tette őket. És így gyakorlatilag Kopi segített Nimródnak ezen a kezdeti nehézségeken, ami vagy jó volt, vagy nem. Abból a szempontból jó volt, hogy Nimródnak így könnyebb volt egy kicsit, viszont angolul nem igazán tanult. Nem fejlődött az angol tudása, és onnan, ahogy elköltöztünk, itt Taurangán már ugye külön iskolába járnak, és akkor itt már itt tényleg látványosan fejlődött az angol tudása Nimródnak. Kopinak is persze, de neki, mivel nulláról indult így nála, ugye még látványosabb. Úgyhogy így ebből a szempontból nem volt probléma, az iskolaváltás, hát Kopinak egyáltalán nem, Nimródnak sem, csak ugye ő még eleinte mindig vágyott vissza. Igen, pont erre akartam utalni ugye az elején, hogy ugye édesanyaként, hogy milyen ezt látni, amikor a gyermekeknek ugye a beilleszkedése, tehát hogy azért mégis ott vannak mondjuk a barátok mondjuk Magyarországon, tehát hogy ezt mennyire nehéz lehet megélni. Én legalábbis, amikor az elején voltunk, akkor én így éltem meg, tehát nehézként éltem meg ugye a nagyfiamnál. De akkor ezek szerint neked se volt könnyű, vagy nektek se volt könnyű, bocsánat. Kemény. Kevés kihívás szerintem, mert ugye nagyon sokan szokták azt mondani, hogy a gyerekek mint a szivacs beszívják ugye a nyelvtudást, de szerintem ez nem csak a nyelvtudásról szól, hanem ugye magáról arról az emberi tényezőről, hogy ők hogy látják, tehát hogy tudnak beilleszkedni abba a környezetbe, vagy egyáltalán ugye milyen befogadóak ott a gyerekek, tehát ugye, hogy ez nem könnyű, tehát szerintem ez abszolút nem, nagyon sokan azt gondolják, hogy igen. Te Tamás, ezt hogy láttad? Így a gyerekek szempontjából, meg a te szempontod. Nyilván férfiként, apaként másabb a dolog. Én azt láttam egyébként, hogy ők ügyesen vették az akadályokat, meg ugye tehát befogadóak voltak. Tehát amikor még csak e-maileztünk az iskolával, hogy akkor érkezünk, akkor például utána az igazgató helyettes mondta, hogy már tartottak olyan órát a gyerek, úgy még meg se érkeztünk, hogy megnézték, hogy hol van Magyarország, milyen ott a kultúra, az emberek, mit le tudni magáról az országról, meg egy órát szenteltek annak, hogy beszélgettek arról, hogy milyen lehet vajon gyerekként egy teljesen más világban új életet kezdeni. Tehát ők már így várták őket. Úgy igazából befogadó volt a közösség is, tehát lettek egyből barátaik, nekik szerencsére úgy támogatóak voltak, meg itt azt látjuk egyébként, hogy Új-Zélandon, ugye, hogy az iskolának nagyon erős része, az iskolai nevelés nagyon erős része a sport és a zene,
ami ugye nyilván a zene nem a szóló karrierről beszélünk, hanem mondjuk egy zenekar esetében, tehát, és a sport is ugye mint csapatjáték, ugye csapat munkára neveli őket, és összetartása és egy célért küzdésre neveli őket, és azt látjuk, hogy a gyerekeknél itt például nincs, nem tapasztaltunk olyan, mint Magyarországon, hogy bármilyen cikizés, vagy bármi zaklatás lett volna, hanem például a Kopi focizik is, a foci csapatban is, mikor voltak most a bajnokság, voltak a meccsek, az egyik srác lesérült, kicsit elpityeredett, és nem az volt, hogy többiek kinevették, vagy kiközösítették valami miatt, hanem körbefogták és végigasztalták, tehát látszik, hogy csapatként működnek. Úgyhogy emiatt így azt hiszem az új-zélandiak, még a kibik összességében nagyon bennük van ez a segítőkészség, meg ez az összetartozásnak az érzése. A másik dolog, meg ugye itt abszolút multikulturális környezetről beszélgethetünk, mert itt tényleg Kopánynak is van Észak-Koreától kezdve Bangladesig mindenhonnan osztálytársa a világról, és akkor ugye van e között, akik itt laknak életvitelszerűen, meg van, akinek mondjuk a szülei kiküldetésben vannak, és akkor ők x időt itt töltenek, aztán szépen hazamennek. De gyakorlatilag erre is van lehetőségük, hogy nemzetközi szinten tudnak kapcsolatokat építeni, barátokat szerezni. Ugye emiatt könnyű. Igen, ugorjunk akkor vissza egy picit. Tehát azt mondjátok el nekem, hogy maga a külföldre költözésnek ugye a terve, amikor így azt mondtátok, hogy rendben mind a ketten úgy gondoljátok, vagy ugye mindannyian úgy gondoljátok a családból, hogy akkor külföldre szeretnétek költözni. Mennyi idő volt az egésznek a megvalósítása a kitalálástól, úgymondván a indulásig? Az körülbelül hogy nézett ki, és milyen folyamatokon mentetek keresztül? Hát az ötlet, ahogy megszületett, az olyan 2022 koratavaszán volt talán, akkor írtam Zsuzsinak, Petrának, és akkor konkrétan onnan indult maga az a folyamat, hogy akkor ők nyilván már utolsóan tudták, hogy egyáltalán mi kell ahhoz, hogy nem azt mondom, hogy eldöntsék, hanem hogy segítsék a döntésünket azzal, hogy megmondják, hogy egyáltalán van esélyünk, kezdjünk-e bele, vagy esélytelen, és ne is pocsékolj, egyik oldalról se ők se mi időt meg pénzt az egész sztoriba. Na most szerencsére Angival mind a ketten több szakmával rendelkezünk, és mind olyan szakmában van is tapasztalatunk, és így gyakorlatilag találtunk nekem is olyat, ami akkor éppen majdnem, hogy hiány szakma volt. Nekem a legeslegelső szakmam az fafaragó, faműves, és így az asztalos iparban lehetett ráhúzni olyan munkakört, amibe bele tudtuk illeszteni az a szakmámat. És akkor ugye Petra mondta, hogy akkor ebbe a vonalba kellene indulni, mert a másik szakmám az általánoskai tanító, amiben szintén van most fantázia, mert állítólag hiány van az országban, de nyilván ott ahhoz, hogy itt tanítsak egy iskolába, az mindenféle regisztrációs folyamatokat meg kell csinálni. Nem annyira nagy macera, nyilván idő meg pénz megcsinálni. És a harmadik szakmám meg az pedig sörfőző, amivel majd nyilván a saját karrieremben vagy saját vállalkozásomban szeretnék érvényesülni, mert most ugye arra gyúrunk első körben, hogy legyünk túl a kötelező formaságokon, meg letöltendő időkön, mint a börtönben, és akkor legyen meg a letelepedési engedélyünk, és akkor onnantól kezdve szabad emberek vagyunk, tehát akkor már én is akár lehetek majd vállalkozó. És akkor visszakanyarodva a témához, akkor ugye a fász szakmámra alapoztunk, amivel sikerült is elhelyezkedni, és akkor ugye mert ja igen, és az NZQI által be is lett minősítve a végzettségünk, és akkor így tudtunk zöld lámpát kapni ugye Petra által, hogy jó, akkor ebben van fantázia. Na most akkor pont ugye az egy olyan időszak volt, hogy ugye jött a nyár itt, meg Covid után, igen, tehát kicsit lassan mentek még a folyamatok, és ugye a hivatali ügyintézés az lassan ment, tehát elég sokára lett meg a minősítése a bizonyítványainknak, és talán 22 ősze volt az, amikor vagy nyár vége, amikor Petra mondta, hogy jó, akkor ezzel mehetünk, megkezdjünk el munkát keresni, és akkor léptünk át ugye a Zsuzsi irányába, és akkor Zsuzsival kezdtük el előkészíteni a önéletrajzomat, egyáltalán azt, hogy milyen stratégia mentén, hogyan érdemes Új-Zélandon munkakeresésbe kezdeni külföldről, és akkor teljesen véletlenül, vagy nem véletlenül, de ugye rátaláltam egy emberkére, akit David Keepsnek hívnak, magyarul David Kepes, mert hogy a szülei meg magyarok voltak, vagyis hát úgy magyarok, hogy 56-ban megpattantak Magyarországról, de egyébként meg holokauszt túlélő zsidók a szülei, és akkor ők Új-Zélandon kezdtek új életet, és akkor David már kint született, tehát nem is beszél magyarul, ő már rendes igazi kivi gyerek, és akkor ő valamiért úgy érezte, hogy lehet a magyar kötődés, vagy egyebek miatt, hogy ő segít nekünk ezzel.
hogy ad nekem egy munkaajánlatot, hogy neki egyébként egy építőipari cége van, viszont Új-Zélandon ugye tudjuk, hogy Amerikához hasonlóan az építőiparnak az alapját inkább a könnyű szerkezet képezi, tehát ugye favázzal, fával dolgoznak főként, így a szakmámat be tudtuk illeszteni ebbe a sztoriba, és akkor a David munkaajánlatát azt sikerült átvinni az új-zélandi immigration folyamatokon, és akkor így gyakorlatilag ezt elkezdtük, és akkor jött a nyár, ugye lassabbak voltak a folyamatok, mármint az itteni nyár miatt, és akkor talán március környékén lett meg a vízumunk. És akkor márciusban meg lett a vízum, akkor már ugye intéztük a repülőjét, az pedig Kinga segítségével, és akkor május 1-én nyújtunk fel a gépre Budapesten. Wow, azt a mindenit. Azért ez, mondhatjuk azt, hogy rövid idő, de mégis hosszú idő, nem? Tehát, hogy ti hogy láttátok ezt így visszanézve? Hogy ez rövid idő volt így a megvalósításig, vagy úgy minden percbe volt osztva? Hát ilyen eseménydús volt, így eltelt gyorsan, mert azért ezzel sok meló volt, tehát nyilván azért azt a félreértést szeretném eloszlatni, hogy nagyon szuper csapat a minden, ami külföld csapat az egyet, és nélkülek nem biztos, hogy ez így összejött volna, sőt biztos, hogy nem. De azért mindkét oldalról kemény melót bele kell betenni. Tehát nyilván, hogyha most Petra meg Zsuzsi csináltak volna bármit, ha én nem teszem be azt, amit, vagy mi nem tesszük bele azt, amit, ami szükséges a másik oldalról, akkor ez nem működik, tehát az egyértelműen csapatmunka, ugye ők adják a professzionális hátteret hozzá. Mi pedig ugye a kis motivációnkkal a saját részünket, hogy akkor ez meg is tudjon valósulni. Tehát így emiatt gyorsan eltelt, de hát nyilván több mint egy évről beszélünk. Így akár lehet hosszúnak is tűnik, de eltelt gyorsan, mert eseménydús volt. Hát igen, meg azért le kellett zárnunk az ottani életünket, és ezeket a folyamatokat végbe kellett vinni. Ingatlan eladás, hitel visszafizetés, mi egymást, tehát ott mindent végig meg kellett csinálni ahhoz, hogy... És ez az idő, ez kellett, mert volt, ami utolsó percben történt. Úgyhogy így. Különben ezt nagyon szépen köszönöm, hogy Tamás így elmondtad, mert szerintem ez tényleg nagyon fontos, hogy tehát nem elég, hogyha van egy szakértő, aki tudja, hogy mit kell csinálni, vagy hogy milyen lehetőségei vannak a másiknak, hogyha ugye a másik oldalon, aki szeretne kimenni, de csak szeretne kimenni, de nem tesz érte semmit, akkor bármit csinálhat ugye a szakértő. Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm tényleg, hogy így megerősíted, mert ezt nagyon sokszor szoktam én is mondani. Igen, ez másképp nem működik szerintem, tehát ez egyértelmű. Beszéljünk a piszkos anyagiakról. Mennyibe került nektek ez a kis kiköltözés Új-Zélandra? Hűha, összesen mertük adni szerintem. Akkor jó kérdést tettem fel. Körülbelül. Ugye mi eladtunk ott egy ingatlant, és abból, ami maradt, az már nincs. Meg jó, mondjuk ebben minden benne van, mert ugye itt nulláról kellett kezdeni az életet. És ugye az, hogy nyilván ugye a vízumügyintézés mindennek van egy költsége, és amikor kijössz, akkor ugye nyilván ingatlant keresni, albérletet fizetni, kocsit venni, az utolsó kanálig, villáig mindent meg kell venni, mert semmi nincs. Jobb esetben jó, ha bútorozott az ingatlan, amit kibérel az ember, de jellemzően nem, és üresen van, tehát nyilván kell ágy, matrac, amin az ember fekszik, meg azt alszik, tehát tényleg mindent meg kell venni, és még mi nem is kezdtük úgy, hogy minden, mert tévénk is mennyi, majd egy év múlva lett tévé is, tehát nem azzal kezdtük, hogy na minden pénzünket, mindent bevásárolunk, full bebútorozunk. Hát körülbelül nagyon sok, de mindjárt pontosabban próbálunk valamit. Hát hogyha beleadjuk a kocsit is, mert az nem egy olcsó kocsit választottunk, ez tény és való, mivel hogy ugye négy bőröndel jöttünk ki, és még már alapból úgy volt a terv, hogy a Aucklandbe érkeztünk, és onnan le kell a déli szigetig autózni. Úgyhogy nekünk a nagy bőröndöknek, meg mindenek el is kellett férni a kocsiba, meg még négyünknek is. Úgyhogy csak maga a kocsi volt. Hat? Szerintem hat, igen, 30 ezer dollár körül volt. Ilyen 6 millió forintnak megfelelő dollár, úgyhogy nyilván nem mindenki ezzel kezdi, hogy egy ilyen értékű gépjárművet vesz. Kíváncsi vagyok, hogy nagyjából, tehát értem, hogy sok, csak tudjátok, amikor szokták kérdezni, hogy mégis mennyi ez a... akkor most kimennénk Új-Zélandra, most Ausztráliába, és az emberek nem hiszik el, amikor azt mondod, hogy ez nagyon sok pénz, tehát ez sok pénz, tehát magyar pénzhez képest sok. Viszont bőven több, mint 10 millió forint. Tehát azt mondom, hogyha valaki nagyon nagy biztonsággal akar neki indulni, akkor egy olyan 15-20 millió szerintem érdemes rászárni tokkal, vonóval, mindennel együtt. Nyilván ez is relatív, mert aki úgy jön,
hogy mondjuk ugyanúgy házas pár, mint mi vagyunk, és mondjuk úgy tudnak jönni, hogy mind a ketten elkezdenek dolgozni, akkor ez lényegesen kisebbre redukálódik. Mert ugye nálunk az volt a szituáció, hogy Angi nem beszélt angolul, ezért nem erőltettük azt, hogy ő elhelyezkedjen. Nem is biztos, hogy nagy esélye lettek volna erre. És akkor már neki eleve úgy gondolkodtunk, hogy vállalkozást fogunk indítani. Tehát gyakorlatilag szinte majdnem a másfél év úgy telt el, hogy egy jövedelemből voltunk, az enyémből, ami azt hozta magával, hogy nekünk a felhalmozott tartalékainkból minden hónapban pótolni kellett, meg a bármi extra kiadás volt, mindig ahhoz kellett nyúlni, mert a fizetésem az nem volt elegendő a megélhetésre. Tehát emiatt nekünk azért elég erősen fogyott a pénzünk. Valamint ugye most, mikor már Taurangára kerültünk, és itt elkezdtük Anginak a vállalkozását ugye nyílbe ütni, meg elindítani, itt még egy csomó berendezést vennünk kellett, akkor arra is megint elment, hát bőven több, mint 1 millió forint szerintem. Ja, persze, az kettőben. Tehát így sok pénz elment erre, tehát azért én magabiztosan mondom, hogy azért ilyen 10 és 20 között azért számoljon rá valaki, és azért inkább többet, mert ha van, az nem baj, tehát nyilván persze. Akkor van baj, hogy amikor szükség lenne rá, és nincs, mert például azért nálunk is most az utóbbi időben eljutottunk arra a szintre, hogy elkezdtünk penge élen táncolni, tehát hogyha nem indult volna be most Anginak a vállalkozása, és nem kezdene jönni abból bevétel, akkor komoly bajban lennék. Tehát akkor nyilván el kell gondolkodni azon, hogy hopp, akkor ezt most tudjuk folytatni, vagy akkor csomagolás, és akkor irány haza, amit meg nyilván nem szeretnénk, mert nem ezért jöttünk. Persze. Vállalkozás, milyen vállalkozásba kezdtél, Angi? Mesélnél erről? Nekem az egyik szakmám az pék, és ugye ott Magyarországon nem kezdtem ezt el, mert azért ott sokkal bonyolultabb lett volna ezt az egészet elindítani, és itt viszont ebbe gondolkodtunk, hogy akkor ezt a vonalat vinni. Aztán ugye Zsuzsiék is beszélgettünk, és akkor mondta Zsuzsi, hogy mivel nem az sem Piktonban, ahol laktunk, sem pedig ide, ahova ide költöztünk, Taurangán nincs lángosos, hogy mi lenne, hogyha miért nem fogunk lángososzásba. És akkor ugye elgondolkodtunk azon, hogy na, tényleg nem is rossz ötlet, és akkor elindultunk ezen a vonalon. És ott Piktonban már ezt meg akartuk valósítani, de ott ugye már közbe jött az, hogy tudtuk, hogy nem fog Tomi ott dolgozni véglegesen Davidnél, és hogy onnan költöznünk kell, úgyhogy ott nem kezdtem ezt el, mert bizonytalan, hogy most ott kap munkahelyet, másikat, vagy nem, így aztán ezt nem folytattuk, és megvártuk azt, hogy akkor hol lesz a következő állás, és akkor utána, amikor már ide érkeztünk, ide költöztünk, akkor itt kezdtük el folytatni ezt az egész ügyintézést, és akkor így nagyon könnyen vállalkozóvá tudtam válni, mert itt az is nagyon egyszerű, gyakorlatilag online működött minden, egy adószámot kellett igényelni, és aztán bejelenteni az illetékes szerv felé, hogy én vállalkozó szeretnék lenni, ők meg küldtek vissza egy válasz e-mailt, hogy oké, tudomásul vették, és akkor onnastól kezdve én már egyéni vállalkozó vagyok, és akkor utána ugye bejelentettük a önkormányzat felé is, hogy mit szeretnénk csinálni, és akkor ott is vagyis folyamatos levelezés folyt online, és akkor utána ott is megkaptam az engedélyt, úgyhogy már július igen. Kezdve én hivatalosan süthetek itthon is, az ingatlanba, meg a piacon is készíthetjük a lángost és árulhatjuk, úgyhogy így gyakorlatilag itthon magyar péktermékeket készítek megrendelésre, és akkor aki a heti 2 nap, kedd és csütörtök, akinek szüksége van rá, akkor az ír e-mailt, megrendeli, én pedig ugye az adott napra elkészítem. A lángos az pedig csak piaci napokon van, most még az jelen esetben hétvégén, most októberben vasárnap, de alapvetően szombatonként van, az egyik piacon, de jelentkeztünk másik piacra, és ott még várjuk a választ, hogy mikortól kezdhetjük el, az vasárnap lesz. Úgyhogy így a hétvégék meg erről fognak szólni, hogy mi megyünk, és akkor a piacon lángost árulunk. De ez tök jó, és az új-zélandiak, vagy ugye az ottani emberek, akik körülöttetek vannak, mennyire vevőek így a lángosra, tehát mennyire nyitottak az új ízekre? Itt elméletileg már, mint most megtudtuk, volt Hamiltonból már járt át ide, hát az egy órás út, vagy több talán? Hát minimum egy óra.
Körülbelül egy órás útra van ide ez a másik város. Úgyhogy onnan járt már át ide egy magyar család lángost árulni. Úgyhogy gyakorlatilag itt már ismerték így, ilyen formában, úgyhogy nem volt újdonság. De most már két alkalmon vagyunk túl, két hétvégén. Tényleg a várakozásainkat felülmúlta, mert nem gondoltuk, hogy azért még ekkora forgalom is lesz így első körbe, de úgy tűnik, hogy szeretik. Igen, meg nyitottak. Igen, nyitott a helyek, nyitottak, igen, itt az új ízekre, tehát itt annyiféle nációnak a konyhája megtalálható, tehát most majd decemberben újra fog indulni a Gourmet Night Market, ami kimondottan kajás, ami ott van a Coronation Parkban a Mounthoz közel, itt a Urangán, és ott is például, mint a mohácsi szekérvári körbe vannak az ilyen food caravanek, meg food truckok, meg sátorok, meg minden, és akkor középen meg az emberek a nagy füves placon elücsörögnek, ott elzenélgetnek maguknak, esznek, isznak, és most is láttuk egyébként, hogy valaki például úgy vette a lángost, hogy megkért, hogy vágjam már négy felé, mert akkor vitték, és akkor családi szinten megkóstolták, utána akkor visszajöttek még egy körre, mert rájöttek, hogy mégiscsak jó ez. Meg látszik, hogy megérkeznek a vendégek, vagy a vásárlók a piacra, úgy szépen körbesétálnak, megnézik, hogy mi a kínálat, és akkor eldöntik, hogy melyik kajást fogják választani, mert is például a Fülöp-szigetekiek voltak most, akkor szemben van egy büfékocsiból egy szicíliai pizzás, úgyhogy van mindenféle. Másikon meg indiaiak. Hát vagy india, vagy valami. És most kóstolgattak ilyenkor? Igen, most már a szomszédok kaptunk kóstolót, de most már nyilván először még örültünk, azt tudtuk, hogy hol vagyunk, meg mihez kapjunk, ugye a tapasztalatlanság, de most nyilván, hogy majd jön a rutin, egyre magabiztosabbak leszünk, és egyre jobban kialakulnak így a folyamatok. Tehát nyilván benne van a pakliba az, hogy majd megyünk, és akkor haverkodunk a szomszédokkal, és csereberélünk, úgyhogy terve van. Még ez még most nyilván az első két alkalommal annyira ez nem jött össze, de mindenképp akarunk majd, persze. Te milyen nyelvtudással vágtál neki, Tamás? Erről beszélgessünk egy kicsit, mert ugye sokaknak ez a félő pont, amikor valaki kimegy külföldre, hogy oké, elméletileg van egy nyelvvizsgája, de tudjuk, hogy az, hogy valakinek van egy nyelvvizsgája, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a mindennapi életben tudja használni. Vagy mondjuk, amikor kikerül Új-Zélandra vagy Ausztráliába, akkor meglepődik az ottani angolon, hogyha lehet így mondani. Nálad hogy volt? Nekem nyilván a szerencsés helyzetem volt, hogy mondjuk én általános iskolás harmadikos korom óta én tanultam angolul, de nyilván amit az általános iskolában tanítanak, az arra jó, hogy valami elképzelésed legyen a nyelvről. De én a mai napig szentül hiszem és vallom azt, hogy egy nyelvet megtanulni csak az élő nyelvi környezetben fogod tudni, mert az, hogy könyvekből, vagy nyelviskolában, vagy valahol megtanulod azt a nyelvet, tök mindegy, az arra jó lesz, hogy valószínűleg nyelvtanilag helyesen ki tudod magad fejezni, többnyire, és akkor téged meg fognak érteni esetleg a helyiek, de hogy nyelvtankönyvből te nem fogod megtanulni azt, hogy te megértsd az élő nyelvi környezetben az anyanyelvi, bármilyen nyelvű embert, abban biztos vagyok, tehát az mindenképp kell az élő nyelvi környezet. És akkor emiatt nekem ugye nagy szerencsém volt, hogy a londoni évek, vagy a londoni időszak, amikor kint voltam, mert akkor abban az előnyben volt részem, hogy én nyilván akkor kimentem, mert egy motorkerékpárra gyűjtöttem össze pénzt, tehát nem volt komoly tétje, egyedül voltam, nem volt család, stb. Aztán nem volt lényeges az, hogy konyhán a mosogatás az milyen szintű angolon van, viszont az idő alatt ugye rámaradt annyi, hogy utána azért magabiztos szinten tudjak kommunikálni, illetve ugye a főiskola elvégeztével a diplomához nyilván elvárás volt már akkor a törvényi előírásnak megfelelően egy legalább középfokú nyelvvizsga, azt könnyedén meg is csináltam a főiskolai évek után, mert ott is szerencsém volt, mert ott meg egy kanadai angoltanárom volt a főiskolán, tehát ott nem volt ezzel semmiféle gond. És akkor, hát igazából itt, mikor idejöttünk, már olyan különösebb nyelvi rákészülés nem igényelt. Azt csináltam viszont, hogy kimondottan a YouTube-on néztem ilyen kiwi akcentussal, vagy akcentus témájú videókat, hogy próbáltam vele ismerkedni, valamint nyilván segített az is, hogy amikor írtam az önéletrajzot, meg küldtem a millió jelentkezést, ez mindig angolul folyt, meg az interjúk ugye angolul folytak, tehát ez azért sokat jelentett. Viszont ugye azért kijöttünk, nyilván nem volt könnyű, meg most sem könnyű, mert a mai napig van olyan, akit nem tökéletesen megérteni a helyiek közül, de itt is azért egy fejlődést észreveszek magamon, mert mondjuk az elején a telefonálás az nagy mumusom volt, mert a telefonban ugye azt nehéznek éreztem, most már nem probléma telefonálni sem. De én azt mondom, hogy minél magabiztosabb az angol tudása valakinek, nyilván a saját helyzetét könnyíti vele,
Tehát azt ugye elképzelni sem tudom, hogy valaki mondjuk egy minimális, vagy könny, vagy gyenge, vagy semmilyen angol tudással vágjon neki, mert a saját helyzetét fogja rontani, és a saját lehetőségeit fogja vele rontani. Tehát mindenképp erre rá kell szánni az időt, energiát, és a saját érdekében mindenkinek azt mondom, hogy nyelvtudás nélkül szerintem az már az a világ elmúlt, hogy null angollal ki tudok menni valahova. Igen. De én közben kaptam ugye képeket is tőletek, úgyhogy szeretném akkor ezeket bejátszani, és akkor viszont beszélgessünk egy kicsit, mert szerintem ez annyira jól át tudja adni, hogy hogy érzik magatokat, hogy hol készültek a képek, mikor készültek. Ez a kép, ez például még akkor készült, amikor érkeztünk Új-Zélandra, és amikor Aucklandben eltöltöttünk egy pár napot az érkezéskor, mert ugye ekkorát még soha előtte nem utaztunk, és nem tudtuk, hogy lesz egy jetlag érzésünk, vagy nem lesz. Szerencsére nem volt, meg ugye az autónak az elrendezése, meg ugye banki ügyek, egyéb dolgokat még Aucklandben elrendeztünk, és akkor emiatt ott egy 4 napot eltöltöttünk, és utána indultunk le akkor ugye Picton irányába, egy 2 megállós úttal, és ez pont az első megálló volt, Taupo mellett készült ez a kép, ahol egy ilyen geotermál, vagy geotermikus parkot látogattunk meg, ahol mindenféle gőzölgő, bugyogó krátereket láttunk, az nagyon érdekes volt. És akkor ott lőttünk egy ilyen kanos képet a fiúkkal. A póló, ami rajtam van, az pedig búcsúzó ajándék kaptam az OTP-s kollégáktól. Úgyhogy ez igen, ez Taupóban készült. Ez jó, tényleg. Szuper. Na és ez a kép? Ez a kép pedig akkor volt, mikor már Pictonban tudtuk, hogy mert a sztori az hozzá, hogy David, akit említettem már, ő azért már egy idősebb úriember, és az ő cég azért egy nagyon pici vállalkozás, majdnem, hogy egyszemélyes, tehát gyakorlatilag rajta kívül dolgozott nála az egyik fia, a fiának egy 2 haverja, meg majd én, és ugye David ő építőiparban van, tehát házakat épít, és ugye 2023 év végén szólt, hogy hát ami számított rá, hogy bejönnek szerződések, az sajnos nem jött össze, így nem fog tudni belekezdeni újabb projektbe egyelőre, és akkor mondta, hogy januártól nem tud nekem munkát adni, és akkor ugye elkezdtünk munkát nézni, és akkor a LinkedIn-en keresztül egy taurangai asztalos ipari cégnek a vezetője tulajdonosa talált meg, aki adott egy ajánlatot, és akkor ez akkor készült, amikor már az online interjún túl voltunk, és azt mondta, hogy jó, akkor ő felvesz engem, de akkor viszont ő ragaszkodik egy személyes találkozóhoz, és akkor itt életünkben először utaztunk vissza a Déli-szigetről az Északira, és jöttünk el Taurangára erre az interjúra, és akkor végül úgy döntöttünk, hogy az egész család jönni fog, hogy mégis nézzük meg a helyet, ahol majd fogunk lakni, mert hogy számolgattunk, hogy gyakorlatilag egyedül jöttem volna a repülővel, annak annyi előnye lett volna, hogy gyorsabb lett volna, jóval kevesebb időt vesz igénybe, viszont anyagilag szinte ugyanannyi volt, mint hogyha mindannyian átkompozunk és átautózunk az északi szigetet Taurangára, úgyhogy ez akkor. Ja igen, és akkor az a sztoriban az érdekes, hogy akkor nagyon rossz idő volt, a Cook-szoroson nagyon nagy szélvihar tombolt, és hatalmas hullámok miatt nem tudott a közlekedés működni, és egy ilyen laza 9 óra hosszás késéssel indult el a kompunk. Tehát délután helyett Pictonból elindultunk valamikor hajnalba, és akkor a reggel helyett valamikor kora délután érkeztünk meg Taurangára, úgyhogy kellően elfáradtunk. Az igen. Tehát Magyarországon az ember nem is gondolná, nem, hogy ilyen időjárási viszonyok mennyire tudják befolyásolni az embernek az életét. Tehát elképesztő. Ja, igen, és akkor bocs, annyi, hogy a kép az nem egy épület, hanem az a komp belseje. Tehát aki esetleg nem járt még ilyen kompban, az annak mondom, hogy az nem egy épület. Egy kicsit jobb idő van itt ezen a következő képen. Igen, pedig az gyakorlatilag egy pár nappal később készült ez a... Vagyis hát pár héttel később. De mert novemberben voltunk Taurangán. Ja, az novemberben? Mert na igen, ennek a sztori ennek a képnek, hogy ez volt a csapat Davidnél, és akkor az év vége az úgy zárult, hogy David szervezett nekünk ki a Marlboro Soundsba egy hajós horgász túrát, és akkor gyakorlatilag így van a csapat, hogyha balról haladunk, a napszöveges fiatalember ő Loki, ő a David fiának az egyik barátja, mellette van Davidnek az egyik fia Eli, középen áll David, Davidtől balra, nekünk jobbra pedig Jack, a másik kivisrác, és Jack mellett pedig én vagyok. Látható. Kicsi akkor, ilyen szempontból. Igen, tehát ennyi volt a létszám, igen. Ezt azért választottam,
ezt a képet, mert ez engem nagyon megfogott, tehát, hogy így igazán nincs rajta semmi, de mégis egy csomó mindent mond. Tehát ez hol készült ez a kép? Ez a Queen Charlotte Drive-ról lőttem szerintem, és ez, ha jól emlékszem, az a település ott Havelock, ami egy nagyon kicsi, ilyen pár száz fős települést képzelje, viszont Új-Zélandnak a kagyló fővárosa, tehát a Új-Zéland kagyló termelésének a jelentős része ott történik, ugye ez is a Marlboro Soundsnak a része. Ez egyébként ez a kis település, ez út közben esik pont, hogyha akár Blenheimből, akár Pictonból mész Nelsonba. Akkor wow. Itt mész keresztül. De ez csodás különben. Nézzük a következőt. Ez pedig itt Tauranga mellett egy vízesés, de most ezt nem tudom basszus a nevét neki, ez melyik vízesés. Hát ahol voltunk. Hát voltunk, mert lefotóztam. Nem azt akartam, hogy voltunk először kopi nélkül, de ez nem az. Nem, ez nem az. Ez ahol nagyon sok lépcsőt kellett menni, és a végén a lépcsőről nem is lehet olyan jól látni a vízesést. De erről azt kell tudni, ez egy nagyon híres vízesés ez is. Csak már nem lehet közel menni hozzá, meg a vízbe se lehet bemenni, mert egyébként ez a maoriknak egy ilyen szent helye, mint wow. Meg annyi sok ilyen eset előfordul Új-Zélandon, hogy a maoriknak valamilyen szent területe ez, és akkor nem szabad hozzányúlni a vízhez, nem szabad oda menni. Igen, egy másik aranyos történet, hogy egy itteni helyi ismerős mesélte egy volt kollégám, hogy például amikor az autópályát építették, a legegyszerűbb és leggazdaságosabb mód az lett volna egy szakaszon, hogy nyilván nyíregyenesen megépítik az autópályát, viszont ez nem volt lehetséges, mert olyan területen ment volna keresztül az autópálya, a maoriknak szintén egy ilyen szent helyük, ahol egy ilyen mítikus lényük, mint mondjuk a Loch Ness-i szörny lakik, és a maorik nem engedték, hogy átmenjen az autópálya, és ezért irgalmatlan kerülővel tudták megépíteni azt a szakaszt, mert az a valamilyen mesebben lény az ott lakik azon a helyen. Elképesztő, de hát ugye alkalmazkodni kell ehhez a dologhoz. Na, ezek szintén nagyon jó képek szerintem, tehát az ilyeneket én nagyon szeretem. Igen, ez pedig a Hamilton Gardensben készült. Egyik hétvégén elhatároztuk, hogy elmegyünk a Hamilton Gardensbe, ami egy ilyen tematikus kert, tehát szinte mint egy botanikus kert annyi különbséggel, hogy különböző témájú kertek vannak benne, tehát ez mondjuk pont a maori kertben készült nyilván. De egyébként van a reneszánsztól kezdve, a japánig, a viktoriánus, meg én nem is tudom még hányféle kert, ez nagyon nagy élmény volt azon, akkor ott végig sétálgatni. Tehát maga a Hamilton Garden, ez az egy ilyen gyűjtő a különböző kert stílusoknak, amely a világban eddig kialakult. Én úgy érzem, hogy ti szeretitek a természetet, szerettek kirándulni. Jól érzem ezt? Így pontosan. Hogy Magyarországon ez mennyire volt jellemző, hogy sokat jártatok ki a természetbe, vagy inkább ez Új-Zélandon lett jellemző, hogy ezt ki tudjátok jobban élvezni? Nem, ez Magyarországon is jellemző volt. Például először ez a kis vállalkozásos dolgainkat Magyarországon képzeltük el, ezért vettünk fent az Emplénben egy szintén nagyon pici településen vágás után, talán 70 lakosa van nekik, és Zsákfold, egy gyönyörű hely. És ott vettünk egy telket, mert ott szerettünk volna egyrészt oda költözni, másrészt vendégházat csinálni, és akkor a vendégházra fűztük volna fel Anginak a pék, nekem meg a sörfőzős tevékenységünket. És akkor ugye az is nagyban hozzájárult a döntésünkhöz, hogy láttuk, hogy Magyarországon annyira minden túl van szabályozva, és annyira nehéz mindent számunkra legalábbis ez jött le, hogy megcsinálni, hogy bele se kezdtünk. Tehát ehhez képest Új-Zélandon meg hatványokkal egyszerűbb mindent létrehozni. És válaszoljak, igen, otthon is nagyon sokat túráztunk, ugye az Emblémben is, meg amikor tudtunk, tehát Durántúltól kezdve nagyon sok helyen jártunk, igen, és ott is inkább a túraútvonalakat kerestük, a természeti szépségeket, botanikus kerteket, stb., tehát nem a városi környezetet. De akkor van összehasonlítási alap, de szerintem amúgy lehet összehasonlítani a magyarországi természetet az Új-Zélandival? Nem igazán. Hát minden lehet hasonlítani, ha találunk hozzá szempontot, de nyilván teljesen más. Tehát Magyarország is vannak gyönyörű részei, meg Erdélynek is vannak gyönyörű részei, meg Új-Zélandnak is persze meg lehet találni mindenhol a szépséget. Más. Más. Mások az illatok. Annyira nekem Magyarországnak, az Erdélynek az illata az hiányzik, meg a földnek az illata. Itt teljesen más a földnek is, meg a fáknak is. Úgyhogy más. Mind a kettő jó, de más. Más. Következő kép? Jó, ez pedig a Mount Manganui nevű hegynél készült, ami egy már inaktív vulkán, legalábbis reméljük, mert itt van nem messze.
Ez egy hegy gyakorlatilag, ami egy ilyen félszigetet alakított ki itt Tauranga, Mount Mangaui városrészének a csúcsában. És akkor hát ezt szinte, amikor az idő engedi, akkor mondhatjuk, hogy napi rendszerességgel megkerüljük, mert nagyon szép sétaútvonalak vannak kialakítva a hegyen, tehát akár a csúcsra, akár a hegy lábánál körbe. És akkor ez, hogy a hegy csúcsáról jössz lefelé az egyik ösvényen, akkor ez ott van egy ilyen hatalmas nagy beton létesítmény, amit nem tudjuk, hogy mi ez, lehet, hogy víztározó, vagy fogalmam nincs, meg igazából erről írásos említés nincs, hogy tulajdonképpen mi ez a létesítmény, és akkor itt ugye az új-zélandiak meg ügyesen felismerték, hogy azon egy hatalmas felület, mennyivel szebb így, hogyha festenek rá valamit, mint ahogy ha csak simán a pusztán a beton felület lenne, és akkor így, hogyha megnézzük ezt a tetovált maori arcot, gyakorlatilag az alsó szegmensének ugye van ez a kúpos formája, az maga a Mount Mangaui, ami szintén egy szent hely a maoriknak, és akkor úgy ezt hozták össze egy kompozícióba, egy hatalmas maori arcot festenek erre a tartályra, és akkor mögötte ugye a naplemente által megfestett ég látható, ugye és a hegynek a sziluettjét mutatja alul. Ennek is megvan a szépsége, az biztos. Igen. Szintén ez egy Picton. Nagyon jó volt. Igen, ez első új-zélandi otthonunk, Pictonnak a kis belváros, nyilván nem város, hanem falu, de akkor nem tudom, hogy én Sohónak nevezem mindenhol a központi részt, úgyhogy nevezzük ezt akkor Picton Sohójának. Ez a nem messze van a Comb kikötőtől, ez gyakorlatilag ez is az óceánparti rész, és akkor ez is egy ilyen parkosított kialakítású, ahol egyébként nyári időszakban nagyon népszerű, rengeteg ember van, heverészik a füvön, kacsák jönnek, mennek, esetleg megtámadnak, hogyha kaja van nálad, és akkor ez is egy ilyen népszerű közösségi tér, itt Pictonban. Tényleg az új-zélandiak mennyire szeretnek, tehát mennyire jellemző, hogy kim vannak így a természetben, tehát hogy most említetted, hogy kiülnek, mikeznek, ez mennyire jellemző, hogy látjátok? Állandóan, teljes mértékben. Tehát itt azt nézzük, hogy itt azt se zavarja őket, ha esik. Tehát ez teljesen más világ. Tehát mezitlábaznak. Tehát itt gyakorlatilag négy típusú lábbeli van jellemzően. Van a mezitláb, a cipő, a flip-flop papucs, meg a gumicsizma. És ez bármilyen ruhához, bármi, tök mindegy, senkit nem érdekel, hogy vagy felöltözve, mi van rajtad, vagy éppen mi nincs rajtad. Tehát ez mondjuk ez hasonló az angolokhoz, ez a lazaság, ez nagyon jó. És amúgy, tehát igen, esőben is kimászkál, nem nincsenek megijedve az esőtől, télen-nyáron fürdenek az óceánba, szörfőznek akármi, tehát aktívak egyébként, azt látjuk, és a piachoz visszakanyarodva, a piacnál is nem az van, hogy körbe rohannak, bevásárolnak és húznak haza, mert főzik a gulyáslevest vagy akármi, hanem az is a közösségi életnek az egyik szintere, tehát látszik az, hogy ugye ki is vannak minden piacon téve padok, oda megy, valaki csak például enni megy oda, megveszi egy kis kajáját, leülnek a padhoz, beszélgetnek, nem rohannak, tehát látszik, hogy azért jóléti társadalom van, és van idejük ilyen dolgokra. Ha megyünk túrázni is, állandóan találkozunk valakikkel, aki szembe jön, nyilván ez attól függ, hogy az adott túra úton az mennyire népszerű, mennyire felkapott, de ugye van, amelyik forgalmasabb, van, amelyik kevésbé, de tehát, meg ugye a sport nagyon erős, tehát hétvégén is, hogyha bárhova megyünk, itt a városnál mindig, amikor megyünk a Mounthoz, és ugye több sportpálya mellett is elhagyunk, állandóan sportrendezvény van, mindig kint vannak. Akkor én nemrég adtak át egy skateparkot, ahol mindig ott vannak a gyerekek rollerrel, BMX-el, gördeszkával, tehát állandóan. Hatalmas golfpályák vannak, itt közel van hozzánk is egy óriási nagy, mindig golfoznak rengetegen, esőben, napsütésben, állandóan. Meg itt szintén közel, nagyon sok park van itt Új-Zélandon, városon belül is, és pont itt átellenben is van nálunk is, velünk szembe is egy park, és ott is minden héten kétszer jönnek az idősek petangozni, itt játszanak, több pálya is van a parkon belül, meg amit még látok, mert pont így a konyhaablakból kinézek, én meg állandóan a konyhába vagyok egész nap, és mindig jönnek a munkások, a postástól kezdve mindenkit, megállnak smoke időbe a parkba, kiszállnak a kocsiból, kimennek a parkba, ott eltöltik a zöldbe azt a fél órájukat, és utána visszaülnek a kocsiba, és mennek tovább dolgozni. Sőt, volt olyan is, hogy egy srác kiszállt, kivette a kis jogamatracát, vagy mi az, és akkor elkezdett jogázni, és utána fogta, visszaült a kocsiba, és ment tovább dolgára. Más az élet, az biztos. Igen. Itt mit láthatunk? Ez is a Marlboro Sounds, ez pedig annak a háznak a teraszáról készült, mert munka végeztével volt ez a naplemente, ez is Picton mellett. Uh-huh. Ez annak a úriembernek egyébként egy Blenheim-i borász, egy borászat tulajdonosának a
hát idézőjel mondom, nyaralóját építettük, mert egy ilyen laza 600 négyzetméteres volt a kégli, és annak a teraszáról, tehát az úriember, amikor ott van, akkor a kis családjával mindig ezt a látványt tudja élvezni. Nem rossz. Annyira szép volt a naplemente, hogy ezt így megörökítettem akkor. És itt lenne ugye az utolsó kép, amit szerettem volna mindenképpen megosztani. Igen. Erről mesélni. Ez a piaci sátrunk, ez a lángosos piaci sátrunk. Ezt szerettük volna mindenféleképpen, hogy a magyar motívum az legyen jelen. Ne csak a nevében legyen az, hogy magyar, hanem azért motívumban is képviselje. Úgyhogy ebben segítségünkre volt egy itt élő, és hát nem itt Taurangán, hanem itt Új-Zélandon élő lányka, aki grafikus, és akkor az elképzelésünket ő valósította meg, úgyhogy az az ő keze munkája, elől a fronton a kerítés fából, az pedig Tominak a keze munkája, azt ő faragta, vagy ő készítette, és akkor így gondoltuk, hogy így lesz ilyen teljes a kép. Szerintem nagyon jól néz ki. Köszönjük. És ahogy említettétek, ugye, hogy nyitottak az új ízekre, hogy van valami elképzelés, hogy hogyan tovább, vagy hogy vannak terveitek a későbbiekbe fejleszteni ezt a dolgot? Nem zárkózunk el semmitől, de minden az igényeknek megfelelően lesz kialakítva, úgyhogy most még ez, aztán meglátjuk. Ugye még nekünk nagyon befolyásolja minden gondolatunkat az, hogy alakul a jövő, hogy mennyire tudunk itt maradni. Uh-huh. És akkor nyilván, hogyha majd meg lesz a rezidencia, jutunk arra a szintre, és már akkor ugye Tomi is vállalkozhat, akkor másabb lesz, mert akkor úgymond szabadabbak leszünk egy kicsit, de még most ugye nagyon kötve vagyunk ahhoz, hogy ugye neki, mivel ő a főember, így ugye, nagyon kötve vagyunk ahhoz a vízumhoz, meg ahhoz a munkahelyhez, ahol ő tud, muszáj, hogy alkalmazottként dolgozzon. És így meglátjuk, hogy mi lesz a végén. Jó, a terv nyilván van, mert ugye úgy alakítjuk az életünket, hogy a terveink megvalósítása felé haladjunk. Tehát most ugye a terv az volt, hogy ezt így Ankinak létrehozzuk, elkezdjük ezt a lángos sztorit, és akkor attól függően, mert szerintem ez működni fog, meg látszik, hogy megy, akkor nyilván majd tervezzük azt, hogy esetleg akkor mondjuk a sátrat kinőve mondjuk akár egy büfékocsiba folytatni a dolgot, mert akkor megint újabb lehetőségeket nyitni, akkor már nem vagyunk ugye vásárhoz vagy piachoz kötve, hanem akkor akár mondjuk itt a Mountnak az óceánparti szakaszán is van több büfékocsi, akkor akár oda is be tudunk parkolni, és akkor már a hét egyéb napjain is tudunk ezzel foglalkozni. És akkor a másik vonal pedig az, ami ugye, hogyha most ezt már szépen sírre tesszük, és tud működni, akkor most én elkezdek foglalkozni azzal, hogy itt Új-Zélandon hogyan lehet ugye a sörfőzéssel kezdeni valamit, mert azt látom, hogy a maga a szabályozás ugyanúgy laza, hál' Istennek, mint Magyarországon, hogy itt is rengetegen foglalkoznak házilag sörfőzéssel. Most nyilván azt kell majd átgondolnom, hogy a berendezésemet, amit már otthon összeraktam, azt kihozom, vagy itt nulláról építek egy másikat. Azt ez még a jövőzetéje, de mindenképp szeretnék ezzel foglalkozni. És akkor, amikor ez elindul, akkor ugye körbejárni azt, hogy na, mik a törvényi szabályozói annak, hogy akkor a házilag főzött sört itt el lehessen kezdeni értékesíteni, és akkor ott tudnánk összehozni a két vonalat egy irányba, hogy akkor a gasztrovonal a sörrel együtt azt szerintem nagyon jól össze tud dolgozni. Aztán ki tudja, még a végén lehet egy éttermünk lesz itt majd egyszer a jövőben, de ez már tényleg annyira előre szaladtunk. Úgyhogy most örülök, ha még azt a hátralevő durván két évet ki tudjuk bekelni, amit kötelezően még így, hát idézőesen kötelezően le kell dolgoznom ahhoz alkalmazottként munkahelyen, hogy egyáltalán esélyünk legyen beadni a letelepedési engedélyt, a kérelmünket. Bízunk benne, hogy a politika nem fogja ezt majd hátráltatni, vagy keresztül húzni, mert azért rengeteg időt, energiát, pénzt beletettünk ebbe a sztoriba. De mondjuk én abban hiszek, hogy nincsenek véletlenek, tehát itt is azért szerencsére annyira szépen alakultak a dolgaink mindig, hogy a nehézségek ellenére is mindig úgy ment az életünk vonala, hogy valahogy mindig sikerrel tudtunk kijönni belőle, meg amit mondjuk hallottunk másoktól is, akik itt vannak már évek óta, hogy például egy háznak a megtalálása és kibérés az milyen egy kínai járó folyamat, tehát háznak az nekünk is annyira jól sikerült, és az sem véletlen, hogy Taurangára kerültünk végül, mert azt már itt belátjuk, hogy itt tehát kategóriákkal több lehetősége lesz Anginak a vállalkozás sikernek a tekintetében, mint mondjuk egy kis álmos kisvárosban, Piktonban.
Úgyhogy szerintem rendben lesz itt minden. Utolsó kérdésem, bárhogy is hozza az élet, ugye azért vízumkötelezettség megvan, meglátjuk, hogy hogy fog alakulni. Hogyha így visszanéztek, megérte, így másfél év távlatából visszanézve, megérte ez az egész lépés? Én egyértelműen igen tudok erre mondani. Nyilván meg, mert már ott Magyarországon olyan mókuskerékben voltunk, ez a folyamatos dolgozni, hétköznap, hétvégén is csinálni, a hitelünket törleszteni, és már egy kicsit nem volt időnk arra, hogy igazán éljünk. És itt meg viszont gyakorlatilag dolgozol, mert dolgozol, de akkor is van időd foglalkozni magaddal, van időd élni is, élni az életedet úgy, ahogy szeretnéd. Egyrésztről, másrésztről, ami a legfontosabb, hogy a gyerekek az iskolában abszolút nincsenek túlterhelve, úgy, mint Magyarországon. Kopi például, ő meg is mondta, hogy nem szeretne visszamenni abba az oktatási rendszerbe, ami Magyarországon van. Nem volt rossz tanuló Kopi, mert 4-es, 5-ös volt, tehát nem lehet azt mondani, hogy ő most utált iskolába, mert nagyon szeretett iskolába járni Magyarországon is, de látja a különbséget, hogy nem mondom azt, hogy ez itt jó és az rossz. A két rendszert össze kéne egy kicsit gyúrni, és akkor úgy lenne tökéletes, de az a fajta túlterhelés nincs meg, és így ők nyugodtabbak. Meg összességében az életminőség, tehát tényleg az, hogy itt mondjuk vége a munkaidőnek, és akkor hazajövök, és akkor mondjuk nyáron, akkor az a program, hogy megyünk az óceánba fürödni, tehát azért ezt otthon nem tud megcsinálni. Meg. Szerintem nem csak a természeti adottság miatt nem tudod megcsinálni, hanem hogy ugye nem ehhez vagyunk hozzászokva Magyarországon, legalábbis én erre emlékszem, hogy ott tényleg az volt, hogyha elméletileg vége volt a munkaidődnek, akkor azért annak ott nem volt igazán vége. Pontosan. Igen. Bár nekem mondjuk Mákon volt, nekem nagyon jó munkahelyen volt, és nem is anyagi problémák miatt jöttünk el, tehát én mobilbankár voltam a nagy zöld testvérnél, nem tudom, hogy szabad-e cégnevet mondani, mindegy, az OTP banknál. Tehát 9 évig voltam ott, szerintem legjobb munkahelyem volt, ez határozottan állítom. Mondjuk az, hogy mobilbankárként dolgoztam, az meg azt jelentette, hogy alkalmazott voltam, de viszont kötetlen munkaidőben, céges autóval, stb. Tehát akkor mentem be dolgozni, amikor akartam, akkor jöttem, amikor akartam. Ha jöttek a számok, senki nem csesztelett miatt, hogy mi újság van. Tehát ahhoz képest szerintem kategóriákkal rosszabb munkahelyek léteznek, meg rosszabb munkakörülmények, mint ami nekem volt. De valahogy mégis így, hogy öregszik az ember, vagy nem tudom, hogy az agya nő kifele egyre jobban, akkor úgy felismeri, hogy nem biztos, hogy az most jól keresel, meg van pénzed, az, hogy az az elsődleges, meg az az érték. Mert ha pénzt eltolod, akkor azt lehet pótolni, de az idő elment, az oda van. Hú, ez egy nagyon jó mondás volt így a végére, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, akkor viszont még egyetlen egy utolsó kérdést, hogy azoknak, akik most gondolkodnak abba, hogy külföldre szeretnének menni, mit tudnátok javasolni? Hajrá, ne gondolkodjanak sokat. Motiváció, azt vizsgálja mindenki, hogy milyen motiváció, mi a célja. Mert ugye sokszor van az, hogy na, én is látom, mert ugye nyilván követem az oldaladat, nézem a kommenteket, meg a posztokat, és ugye sokan dilemmáznak ezen, meg hogy melyik ország. Én azt mondom mindenkinek, hogy legyen célja, mert ha nincs célja, és csak azért akar Magyarországról elmenni, mert valami ott rosszul érzi magát, akkor szerintem máshol is rosszul fogja magát érezni. Tehát először azt tegye helyre magába, hogy miért akar ő országot váltani. Mert hogyha neki van egy célja, amit szeretne megvalósítani, de azt X, Y és Z dolog miatt Magyarországon nem tudja, viszont egy másik országban ezeket ki tudja pipálni, és meg tudja valósítani, akkor szerintem nincs mire várni. Tehát ezt kell nagyon megnézni. És akkor nyilván még az a másik kérdés, hogy az adott ország, amit kiválasztott, az esetleg mennyire közel van, mennyire macerás oda költözni. Tehát én azt mondom, mindenki logikusan próbálja végig gondolni a dolgait, de szerintem ezzel csak nyerni lehet, hogyha ügyesen áll hozzá. Igen, és ne legyen az emberekben az a tévhit, hogy fú, milyen könnyű annak, aki külföldön van. Ja. Mert nem. Mert végig kell járni a ranglétrát ugyanúgy, mert aki magas pozícióból indul Magyarországról ide, az nem biztos, hogy külföldön is ott kezdi, hanem el kell kezdeni lentről, és végigjárni, és eljut majd egyszer, talán évek múlva arra a szintre, amit szeretne. Úgyhogy kell az a megalkuvás, hogy na, igenis, elkezdem a nulláról az életemet újra,
és akkor majd évek múlva eljutok arra szintre, amit szeretnék. És ez nem egy-két év, és nem lehet az, hogy most két év, vagy egy év múlva azt mondom, hogy fú, akkor ez nem megy, ez nem is jó, és akkor hazamegyek, mert az kevés. Azt mondom, egy év alatt elmondani. Igen, pont tegnap megint meglátogattak magyarok a piacon minket, és tehát akárhány magyarral itt eddig beszéltem, mindenki azt mondta, hogy minimum egy 2-3 év mire sikerül egyenesbe állni. Nyilván ettől lehetnek eltérő dolgok, aki mondjuk tényleg az olyan szerencsés helyzetben, hogy hasonló pozícióba tud kezdeni, és hasonló egzisztenciára tudja folytatni, mint otthon. Nálunk ez nem így van, mert nyilván nem is a bevétel miatt, hanem ugye a kiadások azért másabb jellegűek, de nyilván egy alacsonyabb életszínvonalról kellett kezdenünk, ami az anyagiakat illeti, de a másik oldalról, meg amit elmondtam, hogy azért napi szinten ki tudunk menni az óceánhoz, és egyéb dolgokat tudunk csinálni, az meg ugye az életszínvonalnak egy magasabb szintje szerintem. Mit akartam mondani? Nem tudom. Hát az vagy én sem. Hát, hogy ne gondolják az emberek azt, hogy könnyen megy, ebből indultunk. Ja, igen, hogy ugye 2-3 év kell, igen, onnan kanyarodtunk el, hogy általánosan ezt a 2-3 évet mondják. Tehát aki neki akar indulni, azért számoljon rá, hogy 2-3 évig valószínűleg valamiről le kell mondani, ami eddig a komfortzónáján belül volt. Tehát onnan ki kell lépni, és áldozatot kell hozni. Tehát nincs más választás szerintem, mert nyilván az élet is azt fogja jutalmazni, hogyha valaki bátran mer neki menni a dolgoknak. Egy saját tapasztalatból én is meg tudom erősíteni, 2-3 év. Tehát annyi kell szerintem. Nagyon szépen köszönöm akkor a beszélgetést, és köszönöm a tapasztalatokat, és én nagyon sok sikert kívánok akkor a továbbiakban nektek. Köszönjük mi is. Köszönöm, szépen, sziasztok!